Megváltozott az éves kamarai díjakra vonatkozó befizetés szabálya. A hozzájárulást 2022. január 1-jét követően nem a vállalkozás székhelye szerinti területi iparkamarának, hanem az országos, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell átutalni, mondta el Fischer Sándor, a Tolna megyei kamara elnöke. Ez egy újdonság, viszont a befizetett díjaknak a 90%-a az továbbra is a megyei kamarai szolgáltatásait fedezi, tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 10%-a marad az országos kamara számláján. Amennyiben egy vállalkozásnak a tavalyi évre vonatkozóan van még hátraléka, akkor azt a területi illetékes kereskedelmi és iparkamarának kell megfizetnie. Az éves díj összeget nem változott, továbbra is 5000 forint. A kamara gyakorlatilag az eddieknek megfelelően különböző pályázatokkal nyújt támogatást, illetve ez segíti a kamarai adminisztráció továbbra a fedezetet nyújt ez az összeg az olyan rendezvényekre, amikor a tagságot tájékoztatnunk kell, hiszen évente változnak a jogszabályok. Az elnök azt mondja, a központosítás a források hatékonyabb szétosztását szolgálja.